Felsorakoztak a csapatok a szlovák iskola tornatermében. Egy rövid eligazítás után már kezdődtek is a meccsek. Három sátoraljaújhelyi általános iskola indított csapatokat a Diáksport Bizottság által meghirdetett kosárlabda bajnokságban. Az egyik a házigazda nemzetiségi általános iskola, melyben nagy múltra tekint vissza ez a csapatsport. Kosárlabdával már évtizedek óta foglalkozunk, mondhatom nyugodtan. Országos döntőben is részt vettünk Diák Olimpián. Most már talán nem olyan jók a csapataink, mint korábban voltak, sajnos, de azért igyekszünk és próbáljuk életben tartani a városi kosárlabdát a gyerekek körében. A Petőfi Sándor Református Általános Iskolában nem csak kosárlabda palánták vannak, annak ellenére, hogy az intézmény csupán torna szobával rendelkezik, és nem könnyű így edzeni, ki tudott állítani csapatot a versenyre. A gyerekek önszántukból szeretnének versenyezni ebbe a sportágba is. Nálunk az iskolai körülmények azok nagyon befolyásolják azt, hogy mit tudunk tanítani, és nem igazán a kosárlabda a célunk, viszont a gyerekek aktivitása hozza, hogy ezt a sportágat is szeretnék megpróbálni, kipróbálni, megmérkőzni másokkal, összeméretetni magukat. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola, mint sportagazatos iskola igyekszik figyelmet fordítani erre a csapatsportra. Itt is elindult a kosárpalánta program, a versenyen pedig fiú és lány csapatot szerepeltetett. A kosárpalánta képzésnek az a lényege, hogy rögtön már az első osztályból próbáljuk válogatni azokat a gyerekeket, akiknek van olyan tehetsége a labdajátékhoz, amivel mi tovább tudunk lépni, amire tudunk építkezni, és próbálunk felépíteni belőle a nyolcadik, inkább azt mondom, hogy a felsőbb évfolyamokra egy olyan ütőképes csapatot, amivel megállhatjuk a helyünket a megyébe. A Sátoraljaújhelyi Diáksport Bizottság folyamatosan biztosítja a gyerekek számára a versenyzési lehetőségeket. A csapat sportok tekintetében elmondható, hogy nagy létszámban mozgatja meg a diákokat, és a versenyeket mindig jó hangulat kíséri. A gyerekek a csapat sportokat szeretik, természetesen egyéniben is megmérkőznek bizonyos sportágakban, mert erre is van lehetőség. Hát meg mozgás, játék, és hát mi kell a gyereknek, ez a legfontosabb. A Sátoraljaújhelyi bajnokságnak most nem a továbbjutás volt a tétje, azonban vannak olyan iskolák, akik csapatokat készítenek fel a diákolimpiára, így számukra ez egy felkészülési lehetőség volt. Azon oktatási intézményeknek pedig, akik idén még nem szerepelnek a diákolimpián, egy jó játék lehetőséget biztosított a verseny.